Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mai estém társam, akivel beszélgetek, Szentes Róbert. Szia Robi, szeretettel üdvözöllek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Egy olyan témát hoztam, ami szerintem nagyon sokunkat érintett már az életünkbe, vagy érint is, érinteni is fog, a ragaszkodás. Ez egy nagyon érdekes, én azt vettem észre a saját életemben, az én tapasztalatom az, hogy minél inkább ragaszkodtam valamihez, annál távolabb kerültem attól. És szeretném, hogyha most a szemedbe így ránéznénk erre a témára, mivel hát csak egy néhány példát hozok föl, hogy mennyire jelen van ez az emberek életében szerintem még most is, vagy az enyémben is. Például ragaszkodunk a nézőpontjainkhoz, a múltban történt dolgokhoz, emberekhez, vagy olyan sztorikhoz, drámákhoz néha, vagy akár anyagi javak, legyenek azok tárgyak, emberek. Tehát nagyon sok minden, tehát nem is akarom most azt a sok mindent felsorolni, az élet minden területén azt hiszem, hogy ez megvan. És hogy te hogyan látod ezt, hogy mennyire van jelen ez még most is az emberek életében. Tehát most kiragadtam egyet a sok közül, nyilvánvaló, hogy minden mindennel összefügg, de most esetleg ezen az estén menjünk ezen végig, vagy egyet ebből kiválasztani, ahogy te is jónak látod, és azt jobban átvilágítani. Köszönöm. Oké. Okay. Az emberek, ugye volt az a humán 1.1.0-as, és most jön a 2.0-as, tehát át kell, hogy programozzuk magunkat, mert a régi a gondolkodásmódunk az nem fogja megállni a helyét, és van-e olyan, hogy egészséges ragaszkodás, hogy ezt föltette tőlem ezt a kérdést? Nincs. Igen. Nincs. Megmondom miért, és adok egy-két gyakorlati példát. Amihez mi ragaszkodunk, annak félünk az elveszítésétől. Ha félünk valaminek az elveszítésétől, akkor hiányt teremtünk. Van egy, az nagyon-nagyon, már majdnem 14 évvel ezelőtt az első mentorom egyike azt kérdezte tőlem, hogy mi az, amit nem vagy hajlandó feladni. És amíg valamit mi nem vagyunk hajlandóak feladni, azaz ragaszkodunk hozzá, addig nem tudunk változtatni, és nem tudunk újat teremteni. Ezért a történet is, vagy történelem is mindig megismétli magát, mert ragaszkodunk az álláspontjainkhoz, ragaszkodunk az elveinkhez, hiedelmeinkhez, STB, de ez oda vezet, hogy rugalmatlanná válunk, és a rugalmatlanság pedig betegséghez vezet. A rugalmatlanság anyagi problémákhoz vezet, és igazándiból a teremtés ellenes energiát lép vagy hoz létre. Na most, minden egy lépcsőfok. Ahhoz, hogy igazán az emberek fejlődhessenek, és a törzsfejlődésnek bevállalják a folyamatát, minden lépcsőfokot meg kell élni. Nem lehet kihagyni lépcsőfokokat. Én, mivel gyógyítókat, kócsokat és terapeutákat képzek eddig az Egyesült Államokban, és remélem hamarosan Magyarországon is, nagyon sokat tanultam, nem csak a kliens világról, hanem a terápia világáról is. És ahogy a kócsok, a gyógyítók gyógyulnak és fejlődnek, ők is nagyon mereven ragaszkodnak bizonyos metódikákhoz és technikákhoz. Sokan kérdezik tőlem, hogy ismerem a Sedona módszert, vagy a Sedona metódikát. Persze, hogy ismerem, de én nekem az egy olyan lépcsőfok, amit mezer éve magam mögött hagytam. Jó, tök jó. Ugyanakkor a Dolores Cannonnek is a QHHT, tehát a QHHT, az is egy metódika. Nagyon sok gyógyító el van akadva azon, és afölött van még egy millió más réteg. Tehát ez a ragaszkodás a jelenlegi állapotunkhoz, ez egy túlélési stratégia. Ez a mi biztonságérzetünk, ez mi önbizalom hiányunknak egy valamilyen mellékterméke, azért csináltam a nagy technikát, hogy mi hiányzik ahhoz, hogy ki tudjunk lépni ebből a megrekedt állapotból. Most
A ragaszkodás az nem feltétlenül rossz, csak hosszú távon nem vezet olyan dolgokra, hogy abból törzsfejlődés és igazán gyógyulás jöhessen létre. Igen, a tényanyagokban tényleg nagyon szépen ezekre vannak írva, és szerintem lehet orvosolni ezt a problémát, de mégis nagyon sokan akár a célokhoz ragaszkodnak, vagyis nagyon sokszor most kicsit személyes, de bizonyára te is érzed azt, hogy mint terapeuta vagy tanítóhoz, a személyekhez is mennyire megvan a ragaszkodás, és van-e itt egy olyan, hogy amikor egyedül hagyható már a kliens? Tehát, hogy egy ideig ugye a külső mester egy ideig pótolja a belső mester hiányát, de van egy pont, amikor már ez azért nem megy. Lehet-e egy határvonalat húzni, hogy most akkor utadra bocsájtottalak, és akkor menj tovább egyedül? Tehát mi az a határvonal? Hogyan látod ezt? A terápia világa az olyan szinten egy felelősségteljes világ, hogy a legtöbb ember, mikor ebbe belekezd, nem is látja át a mélységét. Ebbe benne voltak természetesen akkor a papok, gyógyítók, terapeuták, és az emberek minket megbíznak, ránk bízzák egy átmeneti időre az életüket. Ez egy nagyon nagy felelősség. És nagyon sok emberben ez az ősbizalom, ez hiányzik. Megsérült, mint mindnyájunkban, és amikor találnak valakit, akikbe ők meg tudnak bízni, akik már ismeri a hátterüket és a történetüket, akkor természetesen kialakul egy úgynevezett egy ilyen kapcsolódás. Ezt nagyon sok évszázadon át már kihasználták. Úgy a papok, úgy a terapeuták, úgy a coachok. Hogy ezt nagyon, erre nagyon kell vigyázni, mert ezzel a bizalommal nagyon könnyű visszajönni. Nekem az az elméletem, de csak azért, mert átmentem egy millió rétegén az elméletnek, és Dél-Karolinában, én is ott tizenvalahány évet éltem, nem Karolinában, bocsánat, Dél-Kaliforniában, San Diego-ban, ott nagy a spirituális élet és a pezsgés. És láttam ilyen spirituális közösségben, hogy tényleg mennyire félre van értelmezve a bizalom, a szeretet, és hogy mennyire igazán rossz értékrend szerint mozog ez a világ. Hát egy oldalról érthető az, hogy a kliens, a páciens megbízik abban a személyben, annak a vezető képességében, viszont ez erőtlenséghez és eszköztelenséghez is vezethet. Nekem az a most már egy nagyon sok éves tapasztalatom, főleg egy ilyen nagyon előre haladott is, tudod, a szólár krisztusi tudatosság is, hogy én is haladok előre, abból a szemszögből, hogy az ember igazán akkor boldog, ha önmaga megteremti azt az életet, amire vágyik. Ehhez mindig mondtam, hogy kellenek mentorok, tehát mentorok nélkül nem megy, de előbb-utóbb ennek az embernek be kell koszolni a kezét, és csinálni valamit, meg kell próbálni. Nem tudom én, meg a többi coach fogni a kezét, és idézve biztonságba tartani a tapasztalástól. Ez egy göröngyös út, ez egy kemény akadálypálya, és én mindig mondom a klienseimnek, hogy minél inkább a kismadár, minél gyorsabban megtanul repülni, én annál boldogabb vagyok. Tehát én nem ragaszkodom a klienseimhez, én nem akarom ezt az energetikát, ezt a kontrollt úgy fenntartani, hogy ők ne legyenek idézőben szabadok. És akkor itt van egy nagyon fontos megemlíteni való, hogy az embereknek az egyik legfontosabb értékrendje erről vagy tudnak, vagy nem, az a szabadság. A szabadság érdekében mi nagyon sok dolgot összetörünk, feltörünk, kapcsolatokat beleértve, stb. Amikor egy coach, amikor egy gyógyító így ragaszkodik, meg próbálja kontrollálni az ő klienseit, a szabadságukat veszi el tőlük. Ez én pont az ellenkezőt csinálom. Na most,
amikor én odadom a klienseimnek azt az idézőbe, ezt a szabadságot, akkor ez felelőssége jár, és az ember úgy van drótozva, hogy megijed a felelősségtől. Tehát lesznek olyan periódusok, olyan fázisok, hogy a kliens az egy kicsit megijed, ami belefér. És akkor megtanítom őket úgy felelősséget vállalni magukért, a saját életükért, hogy én ott vagyok, ha szükség van rám, de nem én teremtek helyettük. Jó? Igen. Ezt nagyon sokszor látom, hogy egy ilyen betegségbe beburkolózunk, és akkor néha ez egy eszköz, ugye? Hogy akár egy ragaszkodunk egy betegséghez, mert addig is egy kapcsolatot tudunk kialakítani, ugye? Tehát a terapeuta, vagy bárki, akik ránk figyelnek, vagy a szenvedéseknél ugyanúgy, tehát akkor addig valaki ránk figyel. Így van. Nagyon sok, nagyon egyszerű erőforrást keresünk mindnyájan. De benne van a szeretet, a személyes erőnk, a bizalom, benne van a figyelem, benne van a megértés, a hovatartozás. Tehát nem sok, ezek hétköznapi szavak, viszont nagyon sokunknak az elmével ezek el lettek tagadva, el lettek utasítva. Ha valami el van utasítva, akkor azt mi soha nem fogjuk megtalálni az életben. Azt az elmei síkon lehet csak pótolni. És amikor egy ember beteg, akármennyire érdekes, az egy kompenzáció. Kompenzálja a szeretethiányt és a figyelemhiányt. Ezeket hívják betegség előnyöknek. Csináltam egy videót még annó, hogy mi a jó neked abban, hogyha szenved? Mi a jó neked abban, ha beteg? És a válasz erre az, hogy kapok figyelmet és szeretetet. Na most ez annyira logikus, de mégis illogikus, hogy amíg az ember nem hal, addig csak megy a programja által. Tehát a program futtatja az embert, amikor megjön a felismerés, akkor mi ki tudjuk iktatni ezt a programot úgy, hogy ne tegyük magunkat beteggé csak azért, mert van gyógyulat, van traumánk, hanem gyógyítsuk meg a traumát, és nem kell a testet, meg magunkat, meg az életünket tönkretenni. Az emberi elme és az ego a kezdetben az önpusztító programok futnak. És az az önmunkának a legmagasabb, vagy legfőbb célja, hogy takarítsuk ezeket az önpusztító mintákat, ne kelljen beteg lenni, ne kelljen állandóan fájni, meg bántani másikat, hanem oldjunk meg úgy dolgokat magunkban, hogy jól, mindenki jól járjon. És az új földön ez lesz az új energia, hogy nem egyedül rójuk a köröket, meg rójuk az utunkat, mint a magányos farkas, hanem van egy olyan energia, amit úgy hívnak, hogy unity consciousness, tehát az egység, tudatosság. Én ezt tudod, amit én csinálok, ezt nem magamért csinálom, ezt a közösségért csinálom. És érzem benned, a Marci, hogy benned is ott van ez, hogy persze, te is odaadod a szíved, odaadod, tudod, teremtünk együtt, egymásnak segítünk. Ez a régi invertált Matrixban, ez nem volt annyira elfogadott, mert mindig kaptunk egy pofont. Mindig valaki beszólt, mindig valaki, tudod, ennek volt egy jobb stratégiája, de hagyjuk a Matrixi stratégiákat, mert az minden volt, csak nem egység, tudatosság. Eléggé önző és ilyen trükkös, trükkökből álló a világ volt. És ez az egységtudatosság, ez lesz most igazán egy teszt az emberiségnek. Aki ebbe otthon van, az nagyon jól lesz. És ez azért érdekes, mert a legtöbb ember, aki nem takarított, aki nagyon precízen az elméjét, az nem tudja, hogy hány tízezer lépés van ahhoz, hogy csak kezdjük kapizsgálni a dolgokat. A legtöbb ember az a saját önző árnyoldalát próbálja úgy takarni, vagy kompenzálni, hogy ad. De az nem szívből adás. Mi csak azért adunk, hogy kapjunk valamit. Tehát itt van egy manipulációs minta. Ha ők nem adnak vissza, vagy nem kapunk vissza valakitől, akkor az ego behisztizik. És azt mondják, hát akkor nem adok többet. Tehát ez a szemet szemért, fogat fogért, ez véget ért. Csak az emberek elméjében ez lendületben van még, és azért nagyon fontos ezt tudni, hogy
tényleg ki kell takarítani a kókuszdiót, de precízebb metódikákkal, meg megközelítéssel és lépésekkel, mint amit eddig az emberiség csinál. Igen, nagyon alapos a tény, ami tényleg javasolsz az embereknek, meg precízen le van írva. Tehát itt van egy olyan eszköz, amit csak használni kell. Tehát amikor tényleg elengedjük úgymond azokat a régi ragacsokat, ugye pucérpopóval jövünk, ugye úgy távozunk, és ami közte van, ugye az csak nálunk van. Így is föl lehet fogni, és tényleg amikor ki, tehát az alap, ahogy mondod, és mindig, hogy kitisztítani, és mindig újabb-újabb rétegeket találunk, persze, hogy a tisztogatás alkalmával is, és ez is teljesen rendben van. Én nagyon örülök, hogy találkoztunk, és nagyon sok mindent tanultam már az ingyenes videóidból is, tehát szerintem nagyon sokat lehet profitálni, és most nagyon nagy öröm nekem az is, hogy a könyved hamarosan megjelenik Magyarországon. Hát ezt még én nem láttam, és nagyon várom. Egy pár szót esetleg tudnám mondani, mert nagyon hálás vagyok ezért, hogy ez is megszületik, ez egy ajándék szintén. Igen, köszi. 2015-ben írtam először az angol verzióját Németországban, Bremenben és a Fekete Erdőben. Az én könyveimet én írtam a kézzel, tehát magam, és most megjelenik november 2. felétől, úgy hallottam, az Urald az elméd a címe, és ez az emberi elmei hiedelem világról szól, ami nagyon-nagyon fontos, mert ad egy alap szókincset, ami több tízezer helyen megjelenik az emberi elmében, és ez azért nagyon-nagyon fontos, mert ha ez a szókincs megvan, akkor úgy át tudjuk vizsgálni a saját elménket, és elengedni ezeket a mikro elakadásokat, hogy nagyon gyorsan az ember áttör és meggyógyul. Ahogy így végignézem azt a rendszert, amit én eddig összeraktam, én nem akarok nagy kép lenni, de tényleg fantasztikus. Tehát én le vagyok merve, én ma ezt nem tudnám megcsinálni. Ez alatt azt hittem, hogy úgy örülök, ahogy egy korábbi, egy alacsonyabb törzsfejlődésű énem átadta ezt a tudást, és dokumentáltam, mert ma már elsiklan a fejem, talán fölötte, mert már evidens, de olyan szép és minőségi lett ez a könyv, nem én fordítottam, én csak lektoráltam, hogy könyvvel lábadt a szemem, mert annyira precíz és annyira jó. És ebben a könyvben beszélek nagyon sokat a méltóságunk, a méltányosságról és az érdemességről. És nagyon sokunknak, főleg magyaroknak szépen átították az elménket mindenféle méltánytalansággal, meg érdemtelenséggel, és ezek ott rezegnek, és bármikor egy komolyabb eredményt szeretnénk elérni, akkor beüt egy ősi minta, és annak ellen, hogy tök jó, tehát jó a stratégiák ellenünk rezeg és ellenünk teremtés. Amikor az ember tudja ezt a hiedelem struktúrát, akkor elkezdheti úgy feloldani ezeket az ősi mintákat, hogy már tényleg az lesz, amit szeretnénk. Ezen a könyvben belül akkor beszélek sokat a biztonságról, az személyes erőnkről, az egyedüllétről, a hiánygondolkodásról, hogy honnan jön. Nagyon sok a megerősítést adok, és elmagyarázom a logikáját a dolgoknak, és beszélek ugyanakkor a szeretetről, beszélek az ötig az önbizalom, önbecsülés, ez az önértékelésnek is van egy fejezete, ami, legyünk őszinték, nagyon sok ember, vagy bennem is rongyá volt zúzva. És amikor ezeket a pilléreket, meg struktúrákat mi felépítjük, akkor találunk vissza önmagunkhoz. Tehát ez egy nagyon fontos szókincs eszköz lesz ahhoz, hogy a további kurzusok, képzések be is az ember tényleg úgy tudja elengedni ezeket a mikro elakadásokat, hogy abból mérhető és fenntartható, hosszú távú jó eredmény legyen. Hát ez nagyon jó hír, úgyhogy ez csodálatos. Tényleg gondolom, hogy ez mindannyiunknak csak épülésére szolgál, és tehát ezt csak kezünkbe kell venni, ezt az eszközt, és ezt tényleg csinálni. És együtt, tényleg. Igen.
Nagyon köszönöm, így a ragaszkodásról most így ennyi jutott eszembe. Tehát meg lehet szelídíteni valószínű ezt a dolgot is, mint annyi mindent, és talán nekem az adott most eszembe, hogy az elmét is, ami, tehát nem lehet így kidobni, mert ugye hozzánk tartozik egy részünk, hanem tényleg foglalkozni vele, és barátunkká fogadni, és tisztogatni, akkor ugye eljuthatunk ahhoz a részünkhöz, ami tényleg mindig is itt ragyog. Mit vagyok bennünk. Igen. Még annyit szeretnék mondani, hogy ez a ragaszkodás, ez egy olyan kompenzáció, amiről a legtöbb ember nem tud, és az fel nem dolgozott, el nem engedett veszteségeinket kompenzálja. Tehát ezek a veszteségi traumák, az 1 a 14-ből. Nagyon sokan ugye háborúkat veszítettünk, családot veszítettünk. A fizikai síkon is veszítettünk el állatokat, pénzt, az egészséget, a saját személyiségünket. Tehát nagyon dús ez a lista, és ez egy ilyen bújtatott tudatalatti réteg, és amíg ezeket nem oldjuk fel, ezek a veszteségek bennünk nagyon mély bánatot, és ugyanakkor nagyon mély dühöt okoznak. Amíg mi dühöngünk és bánatosak vagyunk, nem tudunk jót teremteni. Viszont ez annyira valamilyen szinten már logikátlan, mert ezek ősi minták, hogyha az ember tudja, hogy tényleg minden a traumákból jön, akkor annak vannak áttétjei, akkor ez beindítja ezt a dominósort, meg azt a dominósort. Ha feloldjuk ezeket, akkor már nem fogunk úgy betegesen ragaszkodni dolgokhoz, tudunk újat teremteni, tudunk megosztani dolgokat, és be tudunk, végül is egy olyan közösséget tudunk kialakítani, hogy nem a dolgok elveszítésétől félünk, hanem ünnepeljük az újnak a teremtését. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm. Ehhez már nem tudok tovább mondani, mert annyira szépen megfogalmaztad valóban. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Robi, ezt a beszélgetést, és mindenkinek, aki meghallgatja, én gondolom, hogy sokat fog ez is adni. Köszönöm szépen, és további szép napot neked. Szép Ja, estét, Marci. jó. Szép.